Sziasztok! Jó korán kellett kelnem. Ez az első ből is reggelünk Mirussal. Direkt korábban próbáltam elaludni este. Most elkészülök, aztán megébresztem Mirust is 7 körül. Most csinálok Mirusnak reggelit. Ugye ez az első reggelünk, hogy megyünk Bölibe. Hétfőtől péntekig 8-tól délig fog menni, tervek szerint. És így reggelenként abban a pár órában én akkor megyek dolgozni a szüleimhez. Úgyhogy most még ugye beszoktatás lesz, ott leszek vele én is. De szerintem nagyon jól el lesz, úgyhogy úgy terveztem, hogy viszek egy könyvet magammal. Az univerzum mindenben támogat. Most ezt fogom elkezdeni olvasni, már elolvastam egyszer, de most az az érzés jött, hogy ezt kéne elolvasnom újra. Aztán pakolok Mirusnak a reggelit. Ezt a kis dobozt vettem neki, mint volt a cuki. Ugye tojást, virslit, ilyesmiket szokott inkább reggelire. Szerintem így most nem tudjuk elvinni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor szendvicset fogok neki. Gyümölcsöt, meg nem tudom, majd az útra fog kapni egy joghurtot. Én is rakok el magamnak egy kávét. Mirusnak pedig egy ilyet fogok majd útközben, ez ilyen Danonino ivós, mint a gyümölcspürék, ugye? Úgyhogy ez tök jó kis praktikus. Most ez így jó lesz szerintem, hogy mégse üres gyomorral menjünk, mivel normál esetben ő csak 8-kor szokott kelni, és sokszor csak 9 körül reggelizünk. Picit most majd ilyen új reggeli rendszert kell bevezetnünk. Csináltam neki egy vajas szalámi sajtos kis szendvicset. A szalámit szereti a legjobban. Így sonka, parizás, szalámi, ezek közül a téli szalámi a kedvence. Meg áfonya málna, amit tettem, úgyhogy a dobozban ennyi lesz neki. Aztán viszünk még egy banánt, meg ugye ezt a Danoninót most útközben majd megiszta. Illetve van még a hátizsákban keks, meg gyümölcspüré. Ezek mindig vannak ott ilyen tartaléknak, úgymond. Most gyorsan reggelizek én is, és hát megeszek egy pudingot, csinálok egy kávét, és aztán ébresztem is Mirust, mert már 7 óra elmúlt. Marcika is megkapta már a kis jutiát, így reggelente szokott kapni. Ugye jutalom, amiért felébredt, megvan a kávé, megyünk ébreszteni Mirust. Fel kellett ébreszteni, tudod, mert Bölibe korábban megyünk. Igen! Várod? Vegyük le a hálózsákot? Őt hozod a Bölibe? Van feje, igen. Leveszünk. Mit vegyünk? A fejét vegyünk le? Miért? Miért szeretnék? Rajta van. Rajta van a feje, igen, ott a testén kincsem. Adam, itt van.
babáiból elveszi, nem elveszi. Nem elveszi. Elveszem, nem elveszem. Nem veszi el senki babuci, csak te megmutathatod, jó? A játékodat. Mirus már kész is van, nagyon-nagyon ügyes és együttműködő volt, tök gyorsan felöltöztünk, pelus cseréltünk, úgyhogy most még majd kabátot kell venni, gumicsizmát szerintem, mert megint esett az eső, képzeld Mirus. Aztán még annyi nehezítő körülmény van, hogy Marcit el kell vinni még a szüleimhez, megint ki kell rakni ott a kertbe, mert itthon nem tudjuk hagyni, ugye itt vonyít a lakásban, úgyhogy... Megyünk, babus. Aztán már, ha Mirus egyedül ott marad a bölibe, ugye túl leszünk a beszoktatáson, akkor egyszerűbb lesz, mert majd viszem magammal az irodába Marcit, és akkor nem kell egy ilyen kerülőutat tenni, mert a szüleim pont full ellenkező irányba laknak, mint a böli van, úgyhogy ez legalább egy ilyen 10 perces kitérő lesz. Mirus, egy valamit elfelejtettünk. Fogmosás. Gyors mossuk meg, és utána jöhet a gumicsizma, oké? Okay? Ügyes vagy, Pincsen. Mászunk. Mászunk. Pici. Pici a marcsa. Még most. Visszük a bölibe, igen. Enni, inni való mindenféle. Mi a anyag? Az most út közben megihatod, azért hoztam, Manu. Babáé. Tiéd, igen. Mehetünk? Mehetünk. Bölibe megyek. Magunkkal. Egyébként egész jól haladunk, tervek szerint, úgyhogy akkor most megyünk, kitesszük Marcit, aztán utána pedig megyünk a bölibe. Válom. Na, Marcit kiraktuk, úgyhogy kicsit nagyobb a forgalom, én nagyon-nagyon régóta nem vezettem már így reggel. Na, el is jöttem már a böliből, és még 9 óra sincsen egyébként, tök durva. De nagyon örülök, mert nagyon el volt Mirus a gyerekekkel, és aztán kimentem vele a konyhába, hogy reggelizzem, mivel ugye így nem volt időnk reggelizni. Aztán utána mondtam, hogy akkor menj visszajátszani a gyerekekkel, én meg addig kint maradok, elpakolok, ugye, hogy egy picit nélkülem legyen bent. Aztán 5-10 percig ott kint ültem, tök jól el volt a gyerekekkel, játszottak, és akkor jött... ki az egyik dadus, vagy vonéni, nem tudom, hogy hívják, és szólt, hogy nyugodtan eljöhetek, mert tök jól el van, és ha bármi van, akkor majd úgyis telefonálnak. Aztán ugye bementem elköszönni Mirustól, hogy tudja, hogy eljöttem. Igazából nem is nagyon foglalkozott velem, így oda nézett, aztán tök cukin játszottak, 2 fiú és 2 kislány vannak, így 4-en, úgyhogy tök jó, hogy ilyen kevesen vannak, és így el vannak. Hát, hogy így ennyi volt nálunk ez a beszoktatás, egy fél óra. Most ugye 9 óra lesz hamarosan, és majd délre megyek visszaérte. Úgyhogy most van egy kis szabad időm, mert ugye nem terveztem, hogy ma megyek dolgozni, úgyhogy így akkor most nem megyek be. Most az a tervem, hogy megszerkeztem a videót, hogy az meglegyen, meg ennyi igazából. Majd ebédet kell csinálnom, hogy mire jövünk haza Mirussal, akkor ő tudjon ebédelni, aztán meg mehet aludni majd. Összességében én tök örülök, így tök jól alakult. Tényleg így a reggel is annyira ügyes volt, annyira izgatott volt, hogy nagyon-nagyon gyorsan elkészült. Tök jó időben odaértünk, most nagyon jól érzi magát, gyerekekkel játszik.
Eddig ez egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalat nekem, és ez szerintem ez így is fog maradni. Én valahogy sejtettem, hogy ő nagyon-nagyon el lesz gyerekekkel. Alapjáraton ő egy ember szerető kisgyerek, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, de nem egy olyan típus, aki ugye sírva fakad állandóan, ha meglát idegeneket, vagy hozzászólnak, hanem nagyon egy ilyen barátságos típus, nagyon szereti az embereket és a gyerekeket. Úgyhogy ugye miatt én sejtettem, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz számára, jól fogja érezni magát, de azért nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan le fogok tudni lépni. De őszintén mondom, hogy örülök neki, mert nagyon nem szerettem volna, hogy sírások legyenek, ugye amikről sokan beszélnek, de úgy gondolom, hogy amikor ugye ez a sírás van, ez a nehéz elválás, akkor ez igazából azért van, mert valószínűleg, hogy így az anyákban is benne van, hogy ez a muszáj itt hagynom, muszáj vissza kell mennem dolgozni, és ugye lehet, hogy nagyon sokan nem is akarnak visszamenni dolgozni, nem szívesen adják le úgymond a gyereket, és ugye az ugye teljesen más légkört teremt, és a gyerekek mindent megéreznek. Úgyhogy szerintem azokban a helyzetekben inkább ezért van az, hogy így sokkal nehezebb. Itt nálunk meg ugye igazából ez most nemrég jött ez az ötlet, hogy így akkor hétfőtől péntekig, 8-tól délig elviszem Mirust, és elsősorban amiatt, hogy ő jól érezze magát, hogy játszon gyerekekkel, és egyáltalán nem volt bennem ilyen görcsösség, hogyha nem jön össze, akkor mi lesz, mert ezt a munkát, amit csinálni fogok, ezt igazából meg tudom csinálni akkor is, amikor alszik délután vagy este, szóval ha esetleg nem jött volna össze, akkor is tudok dolgozni, de így azért sokkal jobb, ugye, hogy van ez a pár órám délelőtt, és akkor én bemegyek az irodába, letudom a munkát, és akkor utána így teljesen szabad a délutánom meg az estém. Szerintem emiatt is alakult ilyen jól, mert mint mondtam, bennem nem volt egy ilyen görcsösség, hanem így tök lazán álltam hozzá, meg úgy alapból én tényleg úgy gondoltam, hogy szerintem nagyon-nagyon oda lesz, érte? Nagyon tetszeni fog neki. És majd csinálunk egy következő videót is, amikor majd beszámolok, hogy milyen volt. Ugye én nem tudom, hogy milyen volt, nem vagyok ott, de majd beszámolok, hogy miket mondtak, ugye, hogy milyen volt Mirusnak így ez a délelőttje. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!